Köszöntöm a nézőket! Jól haladnak a Ciszterci Szent István Gimnázium bővítésének munkálatai. A tervek szerint 2022 őszére elkészül az új sportcsarnok, ebédlő és a díszterem. A következő percekben a bővítés munkálataiban nyerhetnek egy kis betekintést. Tartsanak velünk! Itt tartanak most a Ciszterci Szent István Gimnázium sportcsarnokának és dísztermének építési munkálatai, amelyek egy évvel ezelőtt kezdődtek. A tervek már 2013-ban megfogalmazódtak, 2017-ben érkezett igen ezekre 2,6 milliárd forintos kormányzati támogatással. Az alapkövet 2018-ban tették le, és 2020 őszén megkezdték a kivitelezést a szakemberek. 2013-ban kezdték el a tervezést az apátság előző apátja, Dékány Szixtusz, és az iskola akkori vezetése. És hát ezek a tervek arra irányultak, hogy valóban a mindennapos testnevelésnek megfelelő tornaterem jöjjön létre, egy megfelelő étkező, illetve hát a tanterem hiány már akkor is mutatkozott. Ugye a tervezés második részében ezek a tantermeknek is a tervei elkészültek. 2017-ben látszott, hogy ebből valóság lehet, amikor a magyar kormány támogatta ezt a fejlesztési kérést, és valóban egy bonyolultabb, hosszabb folyamat után csak 2018-ban jutottunk el odáig, hogy az építkezés majd az építkezéshez majd kivitelezőt találjunk, hiszen 2013-ban, amikor ezt az egészet megterveztük, tornacsarnokostól, tantermestől, akkor más építőipari árak voltak, és akkor úgy tűnt, hogy belátható összegbe az egész belefér, ezért ketté kellett bontanunk, ezért késlekedett egy kicsit a kivitelezés, és így az első fázisban a tornacsarnok az, ami, illetve hát ezek a terek, amik a kivitelezésbe belekerültek, és a megnövekedett építőipari árak miatt kellett a második ütemet egy kicsit elhalasztanunk, amire most, ahogyan szó volt róla, kaptuk meg 2021-ben az 1,67 milliárd forintos támogatást. És hát a kivitelezés az pedig körülbelül egy éve kezdődött, vagy majdnem egy éve, és ahhoz képest nagyon jó ütemben halad a kivitelező. És hát külön öröm, hogy megújul a körülöttünk az egész iskola, de azért is öröm, mert évről évre halad előre az iskola, az iskolai ranglétán, az országos mérések szerint, és hogy a javuló pedagógiai teljesítmény mellé külső térben is javuló külső lehetőségeink lesznek. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezek az erőfeszítések együtt meghozzák azt az eredményt, hogy valóban egy minőségi az egész környéknek, hiszen nagyon sok bejáró diák van, nem csak Fehérvárról jönnek helyi lakosok itt tanulni, kiváló oktatást tudjunk nyújtani. Amikor a Zirci apátság ezt az iskolát a 20. század első felébe építette, más létszámra lett építve. Tehát, hogy körülbelül akkor egy olyan 400 fős iskola volt, és most már a duplájánál vagyunk, és valóban egyre fejlődik az iskola, egyre többen választják, egyre javulnak az eredmények, ezek úgy mind összeadódnak valóban, hogy egy szép iskola, jó iskola jöjjön létre. Egy ideig úgy tűnt, csak a modern tornacsarnok, az új díszterem, a megújult ebédlő épülhet meg, a második ütemre, a tervezett plusz tantermekre csak később lesz meg a forrás. Nagy öröm látni azt, hogy szépen halad a gimnázium felújítása és bővítése. Az első ütem szerkezete az gyakorlatilag elkészült, és a kiegészítő kormányzati döntésnek köszönhetően rögtön a második ütem szerkezetével tud majd a munka folytatódni. Az első ütembe tartozik egy új tornaterem kialakítása, egy ebédlő-étkező kialakítása, egy közösségi tér kialakítása, a díszteremnek az átépítése. Ez nagyon komoly beruházás, de nagy öröm, hogy ez ki tudott egészülni a második ütemmel, ami pedig 12 új tanteremnek a megépítését fogja jelenteni. Ez így együtt, ez a körülbelül 4,3
milliárd forint, és ami miatt ez más iskolákat is érint, hogy célszerűnek látszott, hogy a második ütem az folytatásként rögtön megvalósuljon, és nem majd néhány év múlva újra a Ramos úri csapa kelljen ezt a beruházást elvégezni, és akkor a város azt a javaslatot tette, hogy a bővülő középiskolai kampusz forrásból kerüljön átcsoportosításra 1,7 milliárd forint erre az iskolára, a Cisztergimire, de a kormány azt a döntést hozta, hogy rendben van, biztosítja az 1,7 milliárd forint kiegészítő forrást a második ütemre, de nem a középiskolai kampusz keretében, hanem közvetlenül a rendnek ezt a támogatást megadva. Ez viszont azt eredményezi, hogy ez a 1,7 milliárd forint, ez Fehérvár más iskoláira kerülhet elköltésre. Ugye így tudtuk kibővíteni a középiskolai kampusz projektet, így tudjuk elindítani most már a beruházásokat más iskolák tekintetében, ami azt hiszem, hogy mindenki számára egy igazi win-win szituációt eredményez. Összességvel is elmondható, hogyha az összes mozzáruló, folyamatban lévő és a következő években megvalósuló iskolai fejlesztést vesszük, ebben van állami fejlesztés, tankerület, szakképzési centrum, van egyházi fejlesztés oktatás tekintetében, Szent Imre iskola, Ciszter, és van magánfenntartó fejlesztés. Ezeket, ha összeadjuk, akkor mindegy 40 milliárd forint érkezik a fehérvári iskolákra ezekben az esztendőkben. Szerintem ekkora mértékű iskola bővítési és felújítási program valószínűleg a város történetében még soha nem volt. Úgyhogy köszönet érte a magyar kormánynak, aki ezt a támogatást adja, ebbe van nemzeti forrás, vagy van európai forrás, amiért szintén természetesen köszönet. Van városi forrás is, hiszen itt például a Bartók tér megújítása megtörtént, a környezet is megszépül, vannak iskolaudvarok, amik megszépülnek, tehát sokkal összefogásának eredményeként jelentősen előre tudunk lépni az oktatási épületek színvonalát, állapotát tekintve. Mi nem csak a székesfehérvári diákokat érinti, hiszen hogyha a Ciszterre gondolunk, ide is az agglomerációból számtalan gyermek érkezik. Igen, hogyha a középiskolákat nézzük, akkor a diákok mindegy fele nem fehérvári, hanem a környező településekről érkezik, ráadásul egy viszonylag nagy agglomerációs területről, így van ez a Cisztergimi esetében is. Tehát igen, ez nem csak Fehérvárnak jó, hanem a térségi szerepünk szempontjából is fontos, és más településeken élők számára is javítja az oktatás minőségét. Mindahogy ugye azok a kedvezmények, amikről döntünk, mondjuk például a szinte ingyenes közösségi közlekedés a diákok számára sem csak a fehérvári diákokat, hanem valamennyi diákot érintő döntés. Az újabb forrást a kormány tehát már az első ütem építése alatt biztosítja, így egyből folytatódhat a második ütem megvalósítása. Gondolom, hogy minden székesfehérvári, minden volt Józsefes és Cisztergim is nagyon-nagyon örül most, hiszen egy olyan 21. századi modern gimnázium jön létre, ami tovább erősíti majd Székesfehérvár hagyományait, több száz éves múltra visszatekintő nagy hagyományú iskolaváros a mi városunk, és azon dolgoztunk az elmúlt években közösen együtt, hogy ezt a hagyományt folytathassuk. Ugye több mint 4 milliárd forint összességében ez a két ütem, és az is egy nagyon fontos momentum, hogy a második ütem gyakorlatilag rögtön elnyerte a kormány támogatását, és folytatódhatott a beruházás, nem kellett innen levonulni. Igen, hát a rögtön elnyerte a kormány támogatását, ténynek örülünk, de azt azért sok munka előzte meg, hogy a 2,6 milliárd forintos eredeti döntéshez azt az 1,7 milliárd forintot kormányzati támogatásként hozzá tudjuk tenni, ami azért volt fontos, hogy időben hozzá tudjuk tenni, mert hogy akkor nem kell az építkezést leállítani, az építő nem vonul le, nem kell visszajönnie, nem kell ezt a szintet, ami most megépült, a tornacsarnok szintjét lefedni, hiszen ha nem épült volna meg a két szint, a tantermek szintje, akkor valahogyan be kellett volna fejezni, akár ideiglenesen is. Tehát nagyon-nagyon fontos volt, hogy az 1,7 milliárd forintról a döntés időben megszülethessen, és akkor az építő és úgy tudja tervezni a saját munkáját, hogy folyamatában épül a két ütem egyszerre, és készül majd el valamikor 2023-ban. És köszönöm szépen mindenkinek, aki ebben nekünk segített. Egy országgyűlési képviselőnek mindig
egyszerre nagy öröm és megtiszteltetés olyan székesfehérvári fejlesztéseket segíteni és azokon dolgozni, amelyek fontosak az itt élőknek, és az itt élők életét jobbá, szebbé teszi. Nekem különösen, hiszen olyan sok szálon kötődöm ez a gimnáziumhoz, ide járt a feleségem, itt voltak diákok, a gyerekeink. Én tanítottam majd 10 évig, az édesanyám majd 40 évig volt itt ebben a gimnáziumban tanár, tehát nekem ez tényleg is komolyan szívügyem volt. Mint volt diák és volt tanár, szeretnénk gondolni azokra, akik most itt a régi gimnázium ablakaiból figyelik az építkezést, és a 11.-12-esek, az a két évfolyam, és annak a két évfolyamnak a diákjai azok, akik látják, hogy épül a gimnázium, de mire elkészülők már nem lesznek itt diákok. Én azt javasoltam, és azt kértem apát úrtól, és azt javasoltam igazgató úrnak, hogy tegyük lehetővé számukra is, hogy amikor elkészül a gimnázium, nem csak az átadáson és a gimnázium átadásán és a megnyitó ünnepségen lehessenek jelen, hanem hívjuk meg őket rendezvényekre, eseményekre itt a díszteremben, tegyük lehetővé, hogy ebben az új fantasztikus sportcsarnokban sportolhassanak és élhessenek ők is ebben a gimnázium, és élvezhessék ennek az új gimnáziumnak minden előnyét. Az országban 230 ezer egyházi intézményekben tanuló diák van, a kormány számára ezért is fontos a különböző rendek támogatása, mondta el Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár. Hála Istennek, azt kell mondani, az elmúlt 10 év során rengeteg köznevelési, közoktatási intézmény megújult, illetve épül. Legyenek ezek egyébként óvodák, általános és középiskolák, de hozzáteszem más területeken is, mondjuk bölcsödék vagy egyetemi építkezések is fantasztikus mértékben zajlanak. És ezen belül az egyházak nagyon nagy területet vállaltak át az elmúlt 30 évben. Most már közel 230 ezer gyermek jár, vagy fiatal jár egyházi köznevelési intézményben, óvodától egészen a középiskola végéig, és nyilván ezeket az intézményeket ugyanúgy meg kell újítani, ugyanúgy korszerűsíteni kell, vagy más esetben pedig bővíteni. És én hiszem azt, hogy ezek a bővítések, amelyek az egyházi iskolákat is érintik, nagyszerűen valósulnak meg, illetve szolgálják azt a közösséget, akiket tanítanak, nevelnek ezekben az iskolákban. Most itt Székesfehérváron is, de akár Budapesten is a ciszterci rend, hatalmas nagy hagyománnyal rendelkező rend, akik 30 évvel ezelőtt újra kezdhették a tevékenységüket Magyarországon, olyan beruházásokba fogtak, amelyek meg fogják határozni ennek a 21. századnak az egész épületeit, illetve a tanításnak a lehetőségét, hiszen a régi évszázados épületekhez most egy modern szárny, új termekkel, új tornatermekkel, közösségi terekkel bővül, és hát nyilván szolgálni fogja az itt élő székesfehérvári környékbeli fiataloknak a tanulását, és segíteni fogja azoknak a tanároknak is, pedagógusoknak is a munkáját, akik megérdemlik ezt a figyelmet és ezt a közösségi segítést. És mindez persze nem valósulhatna meg, és én ezt nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni mindig, hogy ha nem lennének jó szakemberek, ha nem lennének mérnökök, ha nem lennének olyan munkások, szakmunkások vagy segédmunkások, akik mindezt kivitelezik. És ma is itt azért néhány fokban vagyunk, de fönn dolgoznak a tetőn. És amikor szakadni fog a hó, akkor is dolgoznak. És amikor 40 fok van a napon, akkor is dolgoznak. Tehát az ő kétkezű munkájuknak, fáradtságos munkájuknak köszönhetően szépülnek ezek az, és újulnak meg ezek az épületek, és persze ezzel mondjuk azt is meg tudjuk valósítani, hogy nem segélyt kell osztani sokaknak, hanem munkán keresztül tudják a családjukat fenntartani, de köszönet érte ezért a munkáját. Sok milliárd forint támogatást adott a kormány ehhez a beruházáshoz, ami ugye aztán két ütemben valósulhat meg. Sokáig úgy tűnt, hogy csak az első ütem valósul meg, de aztán a kormány segítséget nyújtott. Igen, egy nagyszerű döntés született, hiszen Székesfehérvár kapott egy kampuszfejlesztési támogatást. De abban változott mind a város vezetésének, mind az oktatási terület vezetésének a közös álláspontja, hogy ezt a támogatást akár a ciszterci gimnáziumnak a második ütemi fejlesztésére, ez leginkább tantermeknek a fejlesztésére szolgálja,
másik oldalról pedig Székesfehérvári iskoláknak a felújítására, hogy ugyanígy bővítésére fordítaná. És itt most jelen esetben a Ciszterci gimnázium közel 1,7 milliárd forintos támogatást vagy bővítésre való plusz támogatást kapott, aminek során tulajdonképpen az építkezést nem kell abba hagyni, hanem egyszerre a torna termek, az étkező, a közösségi terem építése mellett a 8 tantermes bővítés is meg tud valósulni, ami egy egyszerű döntés volt, és mindenképp a kivitelezés szempontjából is jó. Nem kell még egyszer nekiugrani itt az építkezésnek, és hát harmadsorban pedig meg is fog valósulni, ami a legnagyobb öröm és a legfontosabb. A tanárok és a diákok számára nem egyszerű a mostani építkezős időszak. Nincs nagy közösségi tér, mindennapos testnevelésre alkalmas terem az épületen belül, és az étkezést is máshol tudják biztosítani a tanulók számára. Nagyon boldogok vagyunk, hogy befejeződhet az a nagy álom, ami 2013-ban indult, de e boldogság mellett azért nagyon komoly háttérmunka van, teljesen felfordultak a mindennapjaink, a megszokott több 10 éves iskolai rend teljesen átalakult. Mivel nincsen étkeztetésünk és nincsen testnevelésre alkalmas helyét az iskolában, ezeket kívül kellett megoldani. Szerencsére két helyen kaptunk lehetőséget, de ahhoz kellett igazítani az órarendet, órarendben csengetési rendet kellett változtatnunk. Tehát teljesen felfordult az iskola rendje, központi helyre a testnevelés órák kerültek, ugye a nehezebb elméleti tantárgyakat is ehhez kellett igazítani, illetőleg az ebédeltetésünket pedig itt a szomszéd iskolában fogadtak be bennünket, nagyon hálásak is vagyunk ezért érte, és ott kellett órarendi keretben, mert főleg az ötödikeseket érinti. Ugye állandó zajterhelésben vagyunk, tehát látszik a kollégákon is, hogy nagyon-nagyon megviselt őket, nagyon fáradtak. És mégis megkeresett egy kolléga, hogyha legközelebb jövök ide értekezletre, hogy tolmácsoljam a munkaadó fele a hálájukat és a köszönetüket. Tehát azt, hogy mindenki példamutatóan dolgoznak, tehát itt az emberek, nincs egy olyan munkás, akit lazsálni láttak volna. Tehát a gyerekeknek is ez egy nagyon jó tanító példa, hogy tulajdonképpen hogyan működik ez a felnőtt élet, amikor dolgozni kell. Itt 10 év alatt közel 100 fővel emelkedett a létszám, most jelen pillanatban a mai napon 724 tanulónk van, a jelentős része több, mint a fele, közel kétharmada pedig vidékről jár be. Most ott tartunk, hogy amikor látunk egy helyet, amiből kis tantermet tudunk csinálni, akkor tanteremmé alakítjuk át. Iskolán kívül is van 3 olyan tanterem, amit használnunk kell. A felvehető létszámot az befolyásolja, hogy a kimenő osztályban hány termébe, hány pad, hány szék van. Tehát létfontosságú volt nekünk, hogy minden osztály rendes körülmények között tudja a saját osztálytermét megtartani, hogy felszabadíthassuk a szaktantermeket, hogy végre szakórákat tartassunk benne. Akkor az lehetséges, hogy mondjuk ha megépül ez a 12 tanterem, akkor több osztály indulhat egy-egy év folyamban? Hát mindenképpen saját osztályterme lesz mindenkinek, és bizony lesz olyan kapacitás, hogy akár tudunk új osztályokat is felvenni. Nagyon örülünk, hogy a díszterem is megújul, valóban egy picikét nagyobb lesz a beltere, és nagyobb lesz a színpadunk. A mai kor igényeihez lehet majd a világítás technikát igazítani, a díszlettartó rendszert igazítani, tehát nagyon várjuk már, hogy visszakaphassuk. A tornacsarnokunk pedig egy nagyon modern csarnok lesz, le lehet majd választani középen, hogy a tornaórák, testnevelés órákon, hogy a több csoport is tudjon működni. Eredményjelző táblánk lesz, úgyhogy tényleg egy mostani igénynek megfelelő kis csarnokot fogunk kapni. Ugye itt az intézményen belül nagy hagyománya van a vívásnak, itt ugye vívást is oktatnak ebben az intézményben. Most a vívást hol tudják oktatni, illetve mekkora segítség lesz majd ez az új csarnok? A vívást jelen pillanatban most nem tudjuk oktatni, mert nincsen hol. Egyébként tananyag az ötödikes tanrendben. Viszont a pályafelfestéseket, tehát az új sarnokban úgy fogják majd a pályafelfestéseket végezni, illetőleg olyan csatlakozókat fognak kialakítani, hogy újra vissza fogjuk tudni hozni a vívást, és már meg is kerestek bennünket, hogy sportolói szinten is használhassák majd a csarnokot. Ugye nagyon fontos az intézmény életében a közösségi élet, aminek ugye nagy szintere a díszterem, ami most egyelőre nincsen. Hogy lehet megoldani akkor így a közösségi életet? Hát voltak azért fellépések és mindenféle bemutató, ami az osztályok bemutatkozhattak a szülők számára.
Most nagyon szűkösek vagyunk itt iskolán belül, volt egy 9-es avatónk, ezt az aulában tudtuk megoldani, és ahogy láttam a gyerekeket, olyan szép volt látni, hogy ez egy akkora szeretett kiadó kis közösség, és hogy ilyen kis területen ekkora hatalmas nagy szeretettel voltak, senki nem problémázott, tehát a boldogság látszott rajtuk. Egyébként meg nagy segítséget kaptunk polgármester úrtól, mert felajánlotta többek között a Himmelházat, vagy a Petőfi mozinak a helyszínét, hogy olyan iskolai rendezvényünk van, akkor használhatjuk, és ezen nagyon hálásak is vagyunk. Az épület bővítésével nem ér véget az intézményfejlesztés, erről Horváth Soma, az Érci Ciszterci Apátság főmérnöke a beruházás műszaki ellenőre adott tájékoztatást. El kell mondani erről az épületről, hogy nagyon régmúltra tekint vissza, és eléggé leromlott állam, és elég sonyarú körülmények között dolgoztak itt a kollégánk, és ezért, amikor lehetőség volt, akkor az apátság látta az alkalmat és kapott is rajta, hogy szerencsére sikerült pályázni pénzzel, és megkaptuk a támogatást, és a támogatásból megvalósulhat ez a bővítés, ugyanis itt a teljes tornatermi kapacitás felszámolása került, az ebédlő, a díszterem, és ezek helyére kerül egy teljesen új, modern és a 21. századnak megfelelő tornaterem tornacsarnokkal bővül, a gimnázium egy új ebédlőt kap, egy új konyhát, egy teljesen új dísztermet, és kap még hozzá egy új tanárit, és osztálytermeket. Az osztálytermeket már a 21. századinak megfelelően készítik, vagy tervezték, és úgy is fog elkészülni. Középen lesz egy digitális tábla, és akkor a digitális táblára természetesen még ráhajtható lesz a hagyományos tábla, akkor nagyon sok üvegfelület lesz, a bevilágítók lesznek a tornacsarnokban, lesznek a folyosókon, amik a tanterem és a folyosók között vannak, tehát természetes fény lesz minden irányból a tantermekbe. Ezen kívül a díszudvar is megépül, megújul, valamint a külső tornacsarnok, a tornacsarnokon kívüli külső sportterület, sok új fa fog kerülni, és a tetőre meg zöld tető készül, úgyhogy környezettudatos és maga az egész beruházás. Tehát bár beépítünk több területet, de a zöld terület az mégis növekedni fog az egész beruházás során. Van egy negyedik ütem, amit szerettünk volna megvalósítani. Ez úgy tűnik, hogy a második, harmadik ütemnek a folytatásában fog megtörténni, vagy annak a terhére, és ez belül a gimnáziumon belül is egyfajta kis apró átalakítások, vizes blokkok teljes felújítása, tantermeknek az összevonása, az ott meglévő tanári helységek, amik átkerülnek ide, azoknak a felújításába belőle fog kerülni. A bővülés az első ütemben kb. 2500 négyzetméter kerül részben megújításra, részben hozzáépítésre, és utána meg körülbelül 1000 négyzetméter az, ami a tantermekkel és a folyosókkal bővül, meg a tanárival a második, harmadik ütem keretében. A díszterem, a tornaterem, az ebédlő 2022 őszére várhatóan elkészül. A tervek szerint a 12 új tanterem 2022 végére, 2023 januárjára épül meg. Kedves nézőink, az elmúlt percekben a Ciszterci Szent István Gimnázium bővítésének munkálataiban nyerhettek betekintést. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!